Ukrajna, migráció és gazdasági növekedés. Tehát ez a három, ahogy így figyelem a szlovák választási vitákat, jó sok van belőlük, elég színvonalas viták, ez a három téma határozza meg. Ez egy nagyon új dolog, ez az euróatlanti ellenesség Ficónál, és igazából, és nem is csak az ukrán háborúról szól, hanem ez egy tágabb új narratív, ami egy ilyen USA-ellenesség, EU-ellenesség, Brüsszel-ellenességre épül. Végsősorban azt látom, hogy Orbán Viktornak a narratíváját én azt szoktam lényegében, mintha a Google Translate-be betette volna. Nem láttam magam előtt azt az Európai Bizottságot, ami Orbánnal szembe, aki nagyon kemény ellenfél és nagyon jól szervezett, tehát az egy ilyen falangsz hogy akkor azért, mert Ficó is ott botladozik mellette, mert mondom, Ficó nem tud ilyen erőt felmutatni szerintem, akkor ettől megijed és elfárad, és azt mondja, na jó, kapják meg az EU-s pénzeket. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltek, köszöntöm a nézőket, hallgatókat a Mandiner Világrend című műsorában. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, és ezen a héten szerden a kampánycsönt beállt előtt néhány órával a szlovákiai választásokat fogjuk elemezni. Vendégem Kolla István, a Pozsonyi Komenius Egyetemnek a kutatója, aki Közép-Európa kutató. István, nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk és remélem, hogy egy ebben a fél órában jó elemzést tudunk nyújtani itt audio meg video, videó formátumban, ami megvilágítja azt, hogy mi a tétje ennek a választásnak. Előjáróban annyit mondanék, hogy a mainstream nyugati médiának az elemzéseit néztem át főleg az elmúlt órákban, és én azt látom, hogy egy, egy elég homogén vélemény körvonalazódik a nyugati médiában. Ez pedig, hogyha a magyar politikára akarom egy kicsit rávetíteni, akkor az úgy szó, hogy a választások tétje kicsit az, hogyha Robert Fico visszajön a hatalomba, akkor urbanizálódik el. Szlovákia arra az útra lépe egy fekvőrendőrként az uniós politikában, migrációs politikában, ukrajna politikában, amiben Magyarország kicsit egyedül van, illetve lengyel támogatással, de Fico Szlovákiájával esetleg egy új szövetségest kap. Mielőtt rátérnénk, akkor meg is kérdezem, hogy egyetértesz -e ezzel a narratívával, hogy ez a főtét. Van benne valami, ez az organizálódás egy, egy jogos félelem vagy kifejezés, ami így felmerül mondjuk a médiában, de egyébként ez szerintem még egy átütő ficó győzelem esetén sem menne végbe így Szlovákiában. Tehát az a fajta, én most már úgy szoktam hívni nemzeti egyedülműködés rendszerre, amit itt kialakult. Erre a szlovák alkalmatlan. Tehát, hogy ehhez kellett az Magyarországon, hogy van egy erős ideológiai megosztottság, és erre a szekértábor logikára lehetett fölépíteni ezt az ilyen patron-kliens viszonyrendszert, ami Magyarországon végülis a politikai, egy ilyen politikai erő központtá tudott válni. Szóval társadalom nem alkalmas erre. Miért nem? Ez ezért fontos, ez mentalitásbeli különbség, vagy pedig egy pártrendszerből adódik, hogy Magyarországon a Fidesznek sikerült egy olyan erőteret kialakítani a jobb oldalon, ami gyakorlatilag egy egypárti rendszer az egyik struktúrában, és a baloldali liberális oldalon egy töredezett ellenzék. A szlovák politikai életben ilyen erős párt nincs. Még az Smer sem az, mindjárt beszélünk róla. Igen, ez egy annyira érdekes kérdés, hogy veszélyes tőle megkérdezni, mert erről én próbálok ilyen nagy és hosszú, bonyolult tanulmányokat írni, ezért nyugodtan szakíts fejbe, ha túl messzire mennék vissza ebbe a válaszba arra a kérdésedre, hogy, hogy miért nem alkalmas -e a szoláktársadalom egy ilyen fajta politikai berendezkedésre. De igazából szerintem ehhez vissza kell menni milyen a történelembe. Erre egyébként komoly viták vannak, meg vitáim, hogy ezek mennyire tudnak történelmek beágyazódni, ezek a jelenlegi politikai attitűdök. De igenis szerintem szóval Jellemző az a slang hogy ott hiányoznak az erős ideológiai kódok, az ideológiai beágyazottság az embereknek, ami magyar társadalomra, különösen a középosztályra jellemző, hogy magát valóban besorolja antikommunistának, vagy valahol valamiféle anti-jobboldalinak. Tehát én szerintem elég ilyen anti dominálták a 20. század során a magyar társadalmat, és a másik ellen határozták meg munkat ideológiai csoportok, és erre a politika jól tudott építeni hatalmi bázist. Szóval nincsen ez a fajta megosztottság, annak is megvan az ok, hogy miért nincs egy rurálisabb társadalom, úgy szokták most nevezni, akikkel együtt dolgozok ilyen kutatásokat, hogy egy posztparaszti társadalom, tehát egy polgárosodás kimaradt, egy posztparaszti társadalom, ahol a, ahol az egyéni emancipáció, tehát a munkás jogok, a választójog, az nem ütközött a kollektív emancipáció ideájával, tehát, hogy valamiféle függetlenség, szuverenitás, autonómia. Magyarországon ez a kettő, magyar világban sajnos mindig, de nagyon sokszor egymással szembe rugózott, és egymással szembe építették ki a sérelmi narratíváikat, meg az intézményi bástyáikat. pedig ez a megosztottság nem volt jellemző a XX. században, ezért ez olyan konkrét ö, politikai lépésekben intézményesült, a hiánya az ideológiai árkoknak, mint például a konzervatív-liberális koalíció, illetve ezek a fajta jól működő konzervatív-liberális, ott ez egy tartalmas, nem csak egy ilyen, egy ilyen felhő, hanem egy tartalmas kifejezés, és a, ennek a politikában való a politikai gyakorlatban való megjelenése. Tehát emiatt igazából a szlovák közélet az nem ilyen erősen ideológiai Hódolt, bár ez Magyarországon is most már változik így a csapások, ütések alatt, amíg mindenkit valamilyen szempontból érnek, de azért valahogy újra is termelődik. És olyanokkal tudom ezt példálozni, és nyugodtan szakíts hogy hogyha nagyon nem olyan irányba, ami esetleg a választásra elvisz, de például Szlovákiában mindig ez a kedvenc példám, nem két írószervezet van, amelyek politikailag valahogy kötődnek, vagy besorolódtak, vagy odasodrottak, mert maguk se tudják, hogyan másztának is talán már ki ezekből az árkokból hanem van nyolc írószervezet, és az írók nagy része nem tag egyiknek sem. Tehát ez nem egy olyan közeg, ahol egy ilyen kulturális közbeszédet föl lehet építeni bal, jobb, modernista, tradicionista, stb. szembenállásokkal. A tudományos élet sem alkalmas erre, és nem alakult ki a közönségben sem az az igény, hogy színészektől, sportolóktól, Művészektől, tudós tudósemberektől politikai igéket, vagy hogy mondjam, halljanak. Ez Magyarországon jobban benne van. Akkor itt van az a pont, amikor félbeszakítom, és akkor és mondd el, erről visszatérünk még az urbanizációra, mm. de szó, akkor a fickó jelenségről kéne beszélnünk, hogy megértsük azt, hogy honnan jönne majd mm. a közeljövő, hogyha az lesz mm. a választások után. Ugye szombaton lesznek a választások, tehát itt egy-két napról beszélünk, és véget ér a kampány is, meg a, a tét is. Mm. A kérdés az, hogy, hogy ha nem ez a, a társadalom megosztottság, ami Magyarországon, akkor a, egy szlovák választási kampány, és akkor beszéljünk konkrétan a 2023-as nyárról, Aha. őszről, korai őszről, uh -huh. mik azok a narratívák, mik azok a hívószavak, kampánytémák, amelyek rezonálnak és elválasztják a különböző szavazói csoportokat Szlovákiában. Igen. Talán hármat lehetne mondani, Ukrajna, migráció és gazdasági növekedés. Tehát ez a három, ahogy így figyelem a szlovák választási vitákat, jó sok van belőlük, elég színvonalas viták, ez a három téma határozza meg. Ezeken röviden végig is, végig is lehet menni. Igen, hogy... Ha megkérnék, akkor tényleg röviden egy-két egy ilyen tételmondattal megvilágítanát, hogy a kampányban mi, mik azok a polarizációs tételmondatok, amelyek megvilágítják, hogy melyik Tábor mit mond ebben a három témában? Igen. Ukrajna kapcsán, az Ukrajna háború kapcsán nagyjából uh, ficó, illetve talán még egy szélsőséges, uh, szélsőjobbadali párt az, ami egy húron pendül egymással, és azt mondja, hogy az ukrajnai háború támogatásából valahogy ki kéne hátrálni, illetve az USA dominanciájáról szól csak ez az egész háború. Tehát egy ilyen USA hibáztató narratíva, erősen ilyen USA ellenes élekkel, ami egyébként a szlovák politikára nem volt jellemző, és Ficóra sem volt jellemző, hogy ilyen politikát, ilyen narratívet képviseljen. Tehát ott a törésvonal az Ficó, a újdonsült ukrán ellenességével, és nagyjából mindenki más a túloldalon. Itt Ficó ráérzett arra, hogy van egy fáradtsága háborúval szemben, nagyon sok a menekült, vagy a, ukrán menekült szlovákiába, akik szép megtalálják a helyüket, taxisok lesznek, munkavállalók lesznek, stb. Ezek tudnak magánéleti, illetve hétköznapi szinten feszültségeket is szülni, és ebben, ebből fakad egyfajta fáradtság, így a háborútól a fáradtság, illetve egy olyan igazság magja is van a dolognak, hogy nyilván most már az ember szeretné látni, hogy hova fut ez ki. És ezt meglovagolt a Ficó, szóval azt kell mondjam, hogy sokszor ilyen bulváros és én azt is meg mondani alpári módon. Tehát ez, a, ahogy a háborúba sodródott, háborúzó embereket hibáztatjuk, a, nem tudom, az életvitelükért, hát nem tudom, ez így nagyon neces. És akkor úgy tűnt, amikor Ficó nagyjából fél évvel ezelőtt hirtelen felvette ezt az ukránokkal ellenségesebb antipatiát kifejező hangulatot, hogy magát karanténba zárta. Tehát kifejezte, akkor, akkor mondta Pellegrini is, a volt pártársa, hogy na, akkor Ficóval nem. De hát a lakosság. A, a, a lakosság 50%-a nagyjából ilyen háborús fáradtság körül tengődik, és Ficó ezt jól észrevette, és ilyen populisztikus módon próbálja ezeket a szavazatokat ezért, megszerezni most. Ezért változtatott pozíciót Ukrajna hogy ráérzett arra, mert ő egy nagy stratégia, 30 éve benne van a politikai vonalában, ráérzett a közhangulatra, hogy választásokat egy ilyen narratívával lehet nyerni, vagy tényleg így gondolja, tényleg úgy gondolja, hogy a Szlovákia sorsa is most már kockára tevődik, rossz magyarsággal, hogyha elvérzik a feltétlen ukrán támogatása, a fegyverexporttal, finanszírozása, nem infláció. nem hinném, hogy komolyan így gondolja, nem hinném, de nem látok nyilván a lelkébe, de az biztos, hogy alapvetően ő hosszú távon az ő politikai karrierjében minden populista ö, narratívája mellett ő Eur atlanti volt. Tehát ez egy nagyon új dolog ez az euróatlanti ellenesség Ficonál, és igazából, és nem is csak az ukrán háborúról szó, hanem ez egy tágabb új narratív, ami egy ilyen USA ellenesség, EU ellenesség, Brüsszel ellenességre épül. Végsősorban azt látom, hogy Orbán Viktornak a narratíváját én azt szoktam, lényegében, mintha a Google Translate-be betette volna. Tehát, hogy itt az Ukrajnával szembeni antipátia kifejezése az inkább egy elem ebből az újfajta ficó világszemléletből, ami egy nyilván, hát ezt már sokszor, sok helyen mindenki taglalta, hogy a, egy ilyen globalizációval szembeni fáradtságból is fakadt, tehát hogy ott lehet szavazókat találni az emberek. Úgy, nem csak az ukrán háborúban, az egész globalizációban, hogy valahogy el tudtak fáradni, itt azért nyugodtan lehet az emberekkel is kritikusnak lenni, mert ha szeretjük az olcsó repülőjegyet, akkor az a migrációval lehet, hogy összetartozik, mert a globalizáció nem biztos, hogy ilyen szelektíven működtethető. Ebben most nem szeretnék jobban belemenni, de a lényeg az, hogy igazából Ficónál ez nagyon új és nagyon markáns. Tehát erre most ő mindent feltett. Tehát, de még mindig nem kristetiszta, hogy mit gondolsz arról, hogy Ficónak mi az igazi motivációjával. Tehát, ez egy politikai termék neki, ami választást lehet nyerni, meglovagolja ezt a, ezeket a szlovák társadalmi érzelmeket, vagy pedig tényleg úgy gondolja, hogy ez egy hibás politika, amit az elmúlt három: hát, ugye a háborút két éve, másfél éve megy, amit másfél éve a igazi, illetve az idéglenes szlovák kormány tett, ez a feltétlen, amerikai hatásra feltétlen ukrán barátság. Hát én ezt nagyon megfordítanám. Tehát azért azt kell látni, hogy ez közép-európa politikai sikere, az Ukrajna melletti kiállása Nyugat-Európának nem Nyugat-Európa sodolta bele ebbe az álláspontba Közép-Európát. Közép-Európa tudott politikailag olyan ütőerőt felmutatni, olyan potenciált, hogy egy Oroszországtól való stratégiai félelem érzettre olyan keményen reagált, hogy beindított egy dominoltást. Ne felejtsük el, a fegyverszállítások, szankciós elképzelések, azok ebből a régióból indultak. Észtországból, meg pont Szlovákiából, Csavszágból indultak ezek a dominók. Igazából Szlovákiában az Oroszországgal szembeni stratégiai szembenállás sokkal mélyebb gyökerű, annak ellenére, hogy van egy film, egy általános valamiféle attitűd a néplélekben, de valójában az, hogy a titkosszolgálatok meg tudtak jelenni különböző helyeken, arra ők sokkal keményebben reagáltak, mint mondjuk Magyarországon. Tehát ott a Nemzetbiztonsági Hivatal lekapcsoltathat honlapokat, amelyek orosz dezinformációs portálokként működnek. Tehát a beazonosítottan hamis hírek jelennek meg, azokat le is kapcsolták, le is kapcsoltak ilyen portálokat. Tehát... De ez nagyon érdekes, mert ugyanakkor más elemzések azt mondják, hogy Szlovákia az uniós tagállamok között a leginkább kiszolgáltatott mondjuk az orosz propagandának pont az ilyen honlapokon keresztül. Ez mérték, hogy a pozsonyi Orosz Nagykövetség olyan mennyiségbe termeli a különböző szlovák kis csatornákon, amik nyilván megfizetnek a saját propagandájukat, ami Magyarországon se történik, meg más államokban se. Tehát itt látok egy ellentmondást. A másik ellentmondásnak abban látom, mondott, hogy idegen a néplélektől ez, Na, mint az Ukrajnába, az, az állítás, amit Ukrajnában kapcsolatban mondtam, de mégis vannak olyan felmérések, amik azt mutatják, hogy a szlovákok torony magasan az európai népek közül, vagy társadalmak közül úgy vélik, hogy az ukrajnai háborúban Amerika nyakig benne van. Tehát ez nem a közép-európai érdeke az ukrán háború, hanem ezt a régiót sajnos Amerika vagy a Nyugat-Európa használja a politikai céljaira, és a szlovákok ebből ki akarnak maradni. Az... Két ellentmondást mondtam. Mi a válaszod? Az, hogy a második az nem ellentmondás. Nagyjából konszenzus van abban, hogy Amerika ebbe a háborúban szerepet vállal. Csak a szlovákiai euroatlanti irány azt mondja, hogy ez Közép-Európának jó. Hát a NATO véd meg minket Oroszországtól. A másik fél meg azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó, mert USA-nak valamiféle dominanciája vagy domináns pozíciója. Célzó ö, stratégiában egy játékszerekké válhatunk. Na most az egész szlovák diplomácia az tényleg hagyományosan nagyon erősen euroatlanti, és mondom, Robert Fico is ide tartozott ilyen szempontból. Tehát ő azt a diplomáciát abszolút engedte működni, ami nagyon erősen euroatlantista. E, Pozsony az kifejezetten ilyen NATO párti think tankeknek lett a központja, az ő külügyminiszterei is ezekből kerültek ki. És ebben ő nagy fordulatot vett Ficó, mert most már azt állítja, hogy lényegében ő tévedett, a washingtoni nagykövetnek Zsoldost küldött, aki egyszerűen átállt a NATO oldalára, de hát mondja NATO tagországként, tehát én az ellentmondást azért nem a diplomácia terén, nem a Robert Ficónál láttam, mert alapvetően a NATO tagországként a NATO ellen beszélni, én azt a kérdést, hogy döntse, ki akar lépni, vagy sem. De a NATO tagjaként a NATO ellen beszélni, ezt potya tartom. Tehát az én véleményem az, hogy politikai, ez politikai termék. Tehát a kérdésedre a válasz, ez egy politikai termék. Robert Fico valójában politikailag ilyen félholt volt két-három éve. Olyan komoly ilyen korrupciós ügyekbe keveredett, a, amelyeket szerint teljesen lehúzták, és, és egy ilyen, egy ilyen zombivá vált. Tehát a politikai téren ott volt, de már mindenki úgy tekintett rá, hogy... Igen, Igen. a hukott bal oldal, ugye? Igen, hogy Igen, magyar, Igen. magyar politikai terminológiával. Igen. A zombi, aki visszatér. Igen, hát olyan... De ho hogyan hogyan térhet vissza? Ugy... Ho mi a csoda oka? Tehát három témát mondtál, tehát a gazdaság, Igen. az ukrán háború és a migráció tekintetében, Szmer és annak uh, miniszterelnök jelöltje Ficó, egy olyan perspektívát tud felmutatni, hogy ha bár nem a szlovák többséged, de azt a 20-22 százalékot, ami egyébként ott libegve mindig megvan neki az elmúlt 15 évben, azt úgy tudja mozgósítani a kampányával, hogy ő fusson be elsőként, és ő kapja meg a kormányalakítás lehetőséget? igazából azért itt azt lehet mondani, hogy Ficót igen, feljött, visszajött az első helyre, és ezek mentén, a tematikák mentén, amit te is mondtál, de igazából, hogy ebből a zombilétből ki fog-e tudni lépni, ez a választások után fog kiderülni. Mert azzal, hogy végső soron ő egy sokszor az emberek mély félelemérzetére, migrációval szemben, háborús veszélyen szemben, inflációval szemben, gazdasági lemaradásra szemben, ezekre nagyon populisztikus módon tett, rá, és, és tüzelte ezt most az utóbbi hetekben. Ö, ezzel vissza tudott jönni az első hére, de az a karantén jelleg valahol megmaradt. Nagyon nagy kérdőjel. Mi nem akarnak vele szövetkezni más pártok, hogy erre gondolsz? Nem, nem nagyon, nem nagyon. Tehát, hogy ö, azért ezt majd tényleg a választások után lehet látni. Nem akarnék jóslásokba bocsánat ezek ilyen rosszul öregedő mondatok tudnak lenni, mert nem sokára választások, és akkor utána minden kiderül. De ott van például Pellegrini, aki Ficó pártársa volt, és felépített egy olyan szocdem pártot, bár ez a szocdem ideológia valójában gyenge nála. Én azt szoktam mondani, hogy ez nem igazi szociáldemokrácia, hanem a, nem a munkajogot képviseli, hanem a fogyasztásért való jogot. E de ilyen euroatlantista és a Ficónak ezt a félelemkeltő politikáját, tehát hogy azzal szeres szavazatot, hogy félelemérzetet kell, ez meg ezt elég határozottan utasítja. Nagy kérdés, hogy ő végül is majd kivel kötnek koalíciót. Tehát ő egy ilyen királycsináló szerepbe kerülhet, aztán ott vannak a szélsőséges pártok, akik tényleg ilyen militánsan szélsőségesek. Most Ficó annyira átvette az ő hangukat, az ő stílusukat, hogy hogy onnan, hogy nyilván ők már reális koalíciós partnerek, viszont ők elkezdtek zuhanni. Tehát Fico onnan vesz a ahogy szavazatot. Erő, értem, ahogy erősödik Fico szmerje, Igen. akkor ez a szlovák nemzeti párt és a republika. És a, a republika. Rend. Ez Erről a két, a két oldum, a nemzeti radikális párt. Ahogy a, a a szavazókat, ők bezuhannak 5 alá, és akkor így gyakorlatilag a a SMER erősödése az egy öngyilkos politika. Igen, az egy öngyilkos politika. Ez a reális forgatókönyv, valamelyik nem jut be egyébként a kettő közül? Hát uh... A felmérések eléggé széthúznak, de ennek a Republika nevű pártnak stabilan 10%-ot mértek hónapokig, most az utóbbi hetekben 5%-ot. Tehát ott most vagy félremérnek a felmérések, bőven láttunk már ilyet, az a csoda, amikor nem mérnek félre, de azért lehet, hogy megtörténik ez a folyamat, hogy a Republika szavazói a Ficohoz mennek át. Mert tényleg a Fico felvette azt a stílust, azt, a, azt az ilyen, én úgy szoktam menni, ezt a Facebookos gyalászkodást, aminek sajnos ma kialakult már egy ilyen kultúrája, kicsit olyan trollkodás, kicsit olyan arc nélkül. És most pedig ezekben a vitaműsorokban, Szlovákiában, ő úgy kell elképzelni, hogy Ficó, csapkodja az asztalt, meg így fogja a fejét, hogy hogy lehetnek a többiek a bankok oldalán, és hogy a bankok sok milliárdos eurós hasznát védik. Hát ebbe ugye se köpni, nem tudnak, ugye ott a többi párt, hogy nem akarják, nem mennek bele egy ilyen populista utcába, hogy most ők bank ellenesek, nyilván a bankrendszer fontos, ott próbálja magyarázni a szegény pénzügyi szakértőből le politikusait, a bankrendszer is fontos, anélkül leáll a pénzügyi élet, ilyen diagramokat mutogatott be a tévébe, egészen ügyesen egyébként, de nagyon nehéz ezzel szemben. Az emberek szegények, a bankoknak van két milliárd eurós haszna, azt el kell venni, az embereknek oda kell adni. Aztán, hogy mi lesz utána a kamattal, a monetáris rendszer, stb. Az... Itt felvetődik egy kérdés, de most jött eszembe, hogy ugye Ficó két és fél ciklus töltött el kormányon, kormányfőként. Igen. Tehát az emberek, a legfiatalabb szavazók nem ismerhetik be, a szüléktől biztos ismerik. Én hogy ő a legismertebb szlovák politikus, tehát a szlovák társadalom 90%-a biztos tudja ki Robert Ficó, nem egy ismeretlen new, new camera, aki, aki bármilyen terméket el tud adni hogyha őt látták, és ez, a, ez a furcsa koalíció, ami szlovákében nem furcsa, nekünk furcsa, hogy egy bal közép párt a szélső jobban van. Ez ugye Ján Lotával már megtette a 2000-es években, ugye jól emlékszem, hogy ezeket. Tehát őnál, sőt, akkor még ha, emlékszem, hogy akkor, mikor Ján slotta férészegel magyar ellenes kirolállásokat intézett, akkor Fico kedélyesen hallgatott, mert neki nagyon szépen hozta be azokat a szavazatokat a magyar ellenség is. Tehát ezeket mm. ő szépen elfogadta. Ezt az arcet ismerjük, semmi mm. új nincs. Most is a szélsőjében akar szövetkezni. Ezt a hibrid koalíciót a szlovák emberek harmadszor is szeretnék? Tehát, hogy nem, nem lett már elegük egy ilyen furcsa felállásból, tehát erre van társadalom igény, akkor ezek szerint egy ilyen típusú. Mm. A korrupcióra is, mert ugye a korrupció mm. miatt vagy a. Újságírógyilkosság botrányában kényszerült lemondása. Tehát annyi rossz felhő gyűlt már Ficzó fölött, hogy számomra egy csoda, hogy egy bukott politikus ilyen pedigrével számíthat az emberek többségének a bizalmára. Mi a magyarázat erre? Hát igen, erre leginkább az a magyarázat, hogy a 2020 után kormányra koalíció az egy ilyen, egy ilyen kínos bohóckodásba fulladt, és ezért egy olyan kontrasztot tudott kialakítani, egy nagyon mérgező kontrasztot tudott kialakítani a szaják politikában, ami egyébként nagyon sok országban megfigyelhető, hogy, hogy egy koalíciós kormány az ennyire belefullad a maga vitáiba, hogy akkor az másik fél azt tudja mutatni, hogy hát én olyan vagyok, amilyen, nem mondja ki, hogy korrupt is, de hogy legalább stabilitást hozok. Tehát stabilitás versus demokrácia, típusú szemben állást tud felvillantani ez a, fajta, ez a fajta, helyzet. Ugye tényleg az a koalíció nagyon rosszul szerepelt, azok a pártok, amelyek a koalíciót alkották, szétestek, egymással sokszor kínos vitákba keveredtek, és nem tudtak egy egyértelmű valamiféle stratégiai irányt felmutatni, és ennek lett mára egy konkrét negatív hatása, a szlovák gazdaság gyengélkedik. Tehát el lehet lenni határozott gazdasági koncepció nélkül egy ideig, mert működnek az autógyárak, jönnek új befektetések, de egy idő után ezek elmaradoznak. Én azt látom, az EU-s pénzeket sem használják fel hatékonyan. Tehát uh, igazából a szlovák uh, GDP növekedés az lassan uh, leállt, és igazából ugye volt egy szlovák gazdasági csoda időszaka, már csodát én nagyon idézőjelbe tenném és akkor Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot is megközelítette, nyilván mérőszám kérdése, hogy miben mérjük, valamiben meg is előzte ezeket az országokat, és visszacsúszott. Tehát de az, e... az, elmúlt? Az elmúlt pár évben. De nem a Smer alatt. Nem idején. a Smer kormányzása alatt, igen, de nem a Smer kormányzása Tehát alatt. a Smer idején volt a tátrai kis tigris A Zurinda hozta össze, és, hmm. és a Smer, illetve a Fico egy kettős játékot folytatva, a Zurinda féle piacgazdaságot alapvetően kritizálta, de alapvetően folytatta. Tehát kritizálta, de folytatta. Tehát, hogy és lényegében ezért a, azt a gazdasági növekedésnek a, a, a különböző hátterét azt a ficó időszak is megadta, azt, azt kell mondjam. És figyelt mindig arra, figyeltek, hogy költséget is egyensúly legyen. Tehát nem mentek el ebbe az osztogatós irányba. Tehát, hogy pénzt kezdenek osztogatni, anélkül, hogy lenne fedezete. Most ez az új ficó, aki hát ilyen sötét erőkből táplálkozik, még jobban, mint korábban, mert korábban is hát volt magyar ellenesség, meg minden, de most igazából most ilyen asztalt borító ficót látunk. Ugye ez mit jelent költségvetési politikában, gazdaságpolitikában, ezt senki nem látja. De azért... Ö, nagy kérdés, hogy ez a fajta ficó, aki így a világra dühös, és tényleg, akiben ez a Washington, Brüsszel, Szidás, ugye a sorosozik is, tehát hogy tényleg ilyen pénzt a magyar retorikával, ö, ez ö, mennyi szavazót mozdít meg az ő irányába, az egy nagy kérdés, és ez nem mindig jó, amikor egy választás előtt az ember kérdőjeleket mond, mint elemző, és nyilván a hallgatóság azt szeretné, minél több konkrétumot mondanék, de valójában ez egy nagyon új helyzet most Rákéban, és kérdés, hogy mennyi szavazót mozdít meg az ellenkező irányba? Hogy Ennek ennél pont, bocsáss, hogy ugye most itt hallgatom, hogy mondod az érveket Ficó ellenében, és mm. pont ez volt a kérdésem, hogy, hogy a, a szlovák társadalom hogy nem lett a többségnek elege abból, amit látod, de ezek szerint szóval nincs, tehát valamit a, de neki van egy fix, elég erős háttér ország, vagy szavazói bázisa, és volt 2020-ban egy olyan lehetőség egy új pártnak, az Olánónak, uh -huh. ami egyszerű emberek és független személyiség. a legjobb pát, név, ugye? tehát a politikai osztály a korrupció felszámolására, a szlovák közé megújítása a legszuperebb név, uh -huh. de valahogy mellé csúszott ez a próbálkozás. Miért? Tehát mi történt abban a két évben, hogy Igor Matovicsek nem tudták ezt az egyszer helyzetet kihasználni, és úgy megerősödni, hogy a smert, félrakják, Ficót pedig egyenesen elködik a politikai személydomra. Miért nem sikerült a kísérlet? Igen, ez egy jó kérdés, de előtte még visszakanyarodnék csak ehhez a Ficó ellenes közekhez, vagy Ficó párti közekhez, mert azt mondjuk most, és jogosan, hogy Ficó vezeti a közvénykutatást. De azt látni kell, hogy a szlovák pártrendszer elaprózott, és 18-20 százalékkal vezeti Ficó a közvéleménykutatást. Most, hogyha ezt magyar szempontból bejegyzünk, nem tudom, mit ilyen mi hazánknak, demokratikus kölcsönök mérnek, 10%-ot most, és azok Igen, vagy ott meg kis középvártoknak számít. Szóval ott ott meg az élnek nem számít. Nem. Uh, és uh, azt is látni kell, hogy idézzem fel a 2020-as választást, ami nagyon érdekes volt, mert nagyon nagy tömeg határozta meg magát bizonytalanként. Ugye mindig egy nagy kérdés, hova csapódnak le. És általában úgy arányosan eloszlanak, nem okoznak nagy meglepetést. Szlovákiában 2020-ban nagy meglepetést okoztak, mert ez a bizonytalan réteg egy dologban volt biztos, hogy Ficót nem akarja. Szlovákiában azért van egy etosza ennek a piacgazdaságnak, az euróhoz csatlakozásnak, hogy ők a láthatatlanságból, ebből a mecsiári hegyvidéki politikából ők egy beemelkedtek Európa közepébe, és ficónak ezt a stílusát, ezt nagyon sokan gyomorral elutasítják, és egyszerűen azt úgy kell elképzelni, hogy tényleg 5%-a volt az egyszerű emberek és független személyiségek nevű, kicsit olyan populisztikus, de nagyon erősen korrupciós pártnak, ami a listáját a korrupciós aktivistákkal. Egyébként sok ilyen keresztény mozgalmáról is egy nagyon sajátos, egy nagyon sok helyi aktivistát szervezett be ebben ő ügyes volt, és hirtelen a pátra rázódult ez a tömeg, és 5%-ról 26%-ra felment, és pár hét alatt megtörtént ez, és megnyerték a választást. Ficót nem sokan győzték le, Matovicnak ez sikerült, ez nagyon történelmi pillanat. És akkor utána nem volt miért nem pa, sikerült mert, a nagy kísérlet kormánya. Mert jó volt az emberek bevonásában egy kellemes stílusú ember, illetve az ő segéd szárny is. én ismertem még Eduard Hegert, amikor ő még csak egy mezei politikus volt, és én nagyon meggyőző, magával ragadó, szuggesztív. Tehát Eduard Heger volt a, a, nem tudom, a szárny segédje, a jobb keze, egyébként a pozsonyi Szent Márton Dóm katolikus közösségének az vezetője, de mellette egy amerikai cégnek a menedzsere, mert ilyen nagyon jó stílusú ember. Miniszterelnök lett, és a fölött a koalíciós társak fölgyújtották a palotát. Hát végül. Igen, igen, igen. Szóval kormányozni nem tudtak jól, nem volt meg hozzá valahogy az a képességük, se az a raffinéria, nem volt meg bennük, se az a kitartás, meg az a konkrét elképzelés, hogy pontosan mit akarnak. A, egyébként a korrupciós ügyekben a rendőrségnek szabad teret adtak. Na, és akkor itt jön egy nagy probléma a Szlovákiában, és ez mindenkinek a nagy problémája, hogy Matovicsék elkezdték, a főleg viccóhoz köthető korrupciós ügyek, meg ennek a maffia nisztikus ö, gazdasági háttérnek a felszámolását. Ugye egyébként hivatalosan a közgazdaságtan ezt szereti úgy hívni, hogy fogjulejtett állam. Tehát ami amikor a gazdasági szereplők fogjulejtik, és akkor láthatóan az igazságszolgáltatás mentén a fogoly állam próbálta kiszabadítani magát. De nagyon furcsa folyamatok indultak el, erről lehet a hallgatóság is olvasott híreket, elkezdték a rendőrök egymást lecsukni. Különböző rendőri szervek vannak, van speciális ügyészség, van korrupciós ügyés, ö, osztály, stb. És ezek elkezdtek egymásra utazni, és akkor ilyen mély megterjedtek a szlovák nem tudom, életben, hogy akkor a rendőrök állnak, hogy most ti el minket, vagy mi viszünk el titeket, és az emberek elvesztették a fonalat, én is. Tehát igazából ma nehéz megmondani, hogy melyik rendőrségi akció mögött van valami leszámolási elképzelés, vagy valami reális dolog. De ennek ellenére 40 embert bíróság elé vittek, és különböző büntetési tételekkel sújtottak korrupciós ügyeket. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy nem volt sikeres mennyiségben a fellépés a, a polip a szemben. De minőségben mégsem volt átütő, mert egy óriási hibát követtek el, aminek lehet, hogy eljárás rendileg rendben van, de mégis egyszerűen a médiatizációja, a médiában megjelenése szörnyű, szörnyen is, és szerencsétlen volt, hogy nagy embereket a Ficó listájáról bevittek bilincsbe, és pár nap után elengedték. Tehát ebből annyira az látszott, hogy jaj, de szeretnénk titeket a börtönbe tudni, de nem sikerül megfogni titeket. És erre Ficó mondhatta az, hogy ez egy pucs, ez alkotmány ellenes, és mi vagyunk a rend rendemberei, akit majd visszajönk a és rendet csinálunk az anarhia ez egy ez zicser helyzet, Ficzó, Ez igazából ki is volt. használta. A hát igen, ez egy zicser volt, tehát uh... És értem én nekem, elmondták szlovák igazságügyi szakértőket, ennek ez a rendje, valakit bevisznek kihallgatásra, meggyanúsítják, stb. De hát beviszik így a ex belügyminiszter Ficónak a jobb kezét bilincsbe, és pár nap után kiengedik, ez egy ilyen nagyon szerencsétlen dolog. Tehát igazán... Ha már itt vagyunk, hogy a Ficó a rendteremtő, akkor, és most már tényleg nagyon sok mindenről beszéltünk, de akkor, akkor most megkérdezem élesben megint azt, amit az műsor elején, adásunk elején megígértem, hogy ezt konkrétan megtárgyaljuk, hogy Ugye a nyugati média attól fél, hogy Ficó, aki egy sértett ember, és akinek nyilván vannak ambíciói, hogy milyen miniszterelnök uh -huh. akar lenni megint, uh -huh. úgy fog visszajönni hatalomba, hogyha hatalmat kap a néptől, hogy akkor itt tényleg dűlőre viszi a dolgokat. Talán egy kicsit úgy, mint a Fidesz, hogy a 98-2002 közötti puha kész politikái után azt tanultam meg, hogy rendet kell csinálni a médiában, a gazdaságban, stb. És aztán tizen, nem tudom hány évre bebetonozták magukat. Ugyanígy a nyugati saját azt mondja, hogy Ficó is egy ilyen szándékkal jöhet vissza. Látsz benne egy olyan tendenciát, hogy ő egy Magyarországot egy autoriter államnak tartják nyugaton, hogy Szlovákiából is egy Orbáni autoriter államot akar kialakítani. Van ilyen eszköze, ambíciója, van olyan többsége, lehet-e olyan parlamenti többsége, hogy egyetem belefoghat a jogszabálymódosításokba, hogy ezt a rendszert kialakítsa? Hát, nem tudom, megmondom őszintén, mert Ficónak nincs meg az az erős intellektuális ö, háttere, ami, ami Orbánnak megvolt, meg, volt, meg megvan, ö, ami sokszor valójában én azt gondolom, ma nem intellektus muníciót ad, hanem framing keretez egy hatalomépítést. De Ficónak ez nincsen meg, illetve bárhogy mondhatjuk, hogy rendőrök egymás elleni akciója, gazdasági növekedés körüli nehézségek, azért Szlovákiában van egy etosza erősebben, mint Magyarországon, annak, hogy hát a demokratikus rendhez hozzátartoznak ezek a, ezek a turbulenciák. Tehát a repülő, a repülő vagy a repülőtéren áll, akkor nem fogja rázni a szél, de nem repül sehová. Ha repülni akarunk, akkor kicsit mozognak a szárnyak. Ez van. Tehát ezt jobban elfogadják. Tehát azért Ficó nem a rendteremtőként, hanem inkább a, a, a káoszhozóként jelenik meg sokak szemébe, és a szlováknak enyhe többség szemében. Tehát most ő mondhatja magán, hogy rendteremtő, de valójában nagyon kevesen gondolják azt, legalábbis inkább úgy mondom, van egy nagyon nagy tömeg, aki úgy gondolja, hogy Ficó nem rendet fog teremteni, mert káosz egy új formáját hozza, amiben ő azt megpróbálja kihasználni a saját javára. De hát ő már kormányzott, és látszott, hogy a, ezeket a gazdasági háttérhatalmakat beengedte a minisztériumokba, az igazságügyi rendszerbe, a rendőrségbe. Tehát azért ez az ő műve, hogy ma ennyire nehéz ezt a polipot kiszedni a minisztériumokból a rendőrségbe. És, itt, és ezt sokan tudják, tehát ő mondhatja magáról, hogy rendteremtő, de azért ezt így szerintem kevesen gondolják. És visszatérve erre, hogy mi, mi az... A... bocsánat, meg, az volt a kérdés, hogy, hogy a Igen. nemzeti együttműködés rendszer uh -huh. Szlovákiában duplikálódhat-e? A magyar szisztéma, ez uh -huh. Szlovákiában elképzelhető, vagy abban a... Mentalitásban, egy gyengébb intellektuális háttérországgal, egy gyengébb parlamenti felhatalmazással, egy gyengébb ambícióval, Ficó nem hozza azt a negatív várakozást, amit a nyugati sajtó sejtett felől. Igen, a kérdést értem, jó a kérdés, de igazából annyira friss ficónak ez a fajta eltolódás, illetve hogy annyira most már aktívá, hogy nem látjuk, hogy ebből mi az, ami a választásoknak szóló porhintés, amit tulajdonképpen nem gondolok komolyan. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy ezt a Washington ellenességet, meg Brüsszel ellenességet most komolyan gondolja, vagy sem. De azért mondom, amit látni kell, az az, hogy tehát a kérdésedre ilyen részválaszokat tudok adni, hogy ehhez nincsenek meg ez erős szlovák politikai partnerek, ő meg egyedül kevés lesz hozzá. A szlovák közélet erre alkalmatlan. Nagyon erősek a sajtóbázisai, nagyon erősek a, a rendőrségnek is a bázisai. Tehát a rendőrség az hoax ellenes oldalat működtet. Megjelenik egy álhír, a rendőrség kihozza, hogy ez egy hamis hír, nem úgy, mint Magyarországon, a passzívabbak a közigazgatás szereplői, és ezért a politika rá tud mindenket telepedni. Tehát Ficónak akkor egy hideg polgárháborút kell kirobbantania, hogy ezt komolyan gondolja. És a harmadik dolog, az, hogy valójában azt kell mondjam, hogy ez a magyar eh, rendszer, ami egyszerűen szélsőségessé vált és izolálódott, ez ma azért kívülről nézve, Szlovákia szemszögéről is nézve zsákutca. Tehát mondhatjuk, hogy most Magyarországnak van befolyása, mert nem tudom, figyelnek ránk Amerikában, de, de valójában elszigeteltük munkat. Tehát nem akarja Szlovákia ezt követni. Tehát de nem vagy, van, vagyunk van egy olyan jó minta. Választás Igen, van, egy, van, egy, van egy érdekes, és akkor ez, ez, ez két hmm. dolgot is felvett a szememben. Az egyik, hogy van a Szlovák Nemzeti Párt, amely a te a tanulmányodat is olvastam, de más angol nyelvű elemzésekből is olvastam, hogy nagyon érdekes módon a magyar ellenségét egy brüsszel ellenességre cserélte föl. Ezért a Szlovák Nemzeti Párt a magyarokban pont egy mintát lát, most cáf, próbálok cáfolni téget, uh -huh. hogy pont a magyar politikát tartja a, a szlovák nacionalizmus egyik pillérének, hogy hogyan kell fölépni a migráció ellen, a brüsszeli a uh -huh. direktíván kell, hogyan kell a nemzeti szuverenitást megerősölni a magyar minta alapján. Ukrajnai álláspontban a magyar minta alapján kéne gondolkodni. Mondhatod, hogy copy-paste a ficai gondolkodás. Tehát itt, itt azért a SMER és a két szélsőjobboldali párt is, hogyha ők kerülnek mm. a koalíció kormányba, mm. akkor nem mondhatod azt, hogy a magyar minta, a SMAFU, ott azért lesz egy magyar hatás. Igen. Megállok itt, mert lenne egy másik kérdés. Igen, igen, én azt mondom, hogy abszolút van egy magyar hatás-magyar minta, tényleg copy paste a választás megnyerésének. Módjára, a választás előtti retorikában, a kampányok technikájában, de nem látszik az teljesen tisztán, kérdőjeles, én se tudom előre, szerintem ők, a politikusok se tudják előre, hogy hatalomgyakorlási szempontból próbálnának-e egy ilyen erős hatalmi központot létrehozni, mert, mint mondtam, szoláktársadalom erre nem alkalmas, tehát. Ö, egy nagyon komoly verességbe futhatnak bele. Magyarországon 2010 után volt ez a nagyon szerencsétlen erős szekértábor logika, a nagyon erős csalódás ugye a gyurcsányérában, és ez mind megalapozott annak, hogy egy ilyen erős hatalmi erőközpontot létre sem hozni én nem látom. Nem a magam előtt azt, hogy a Szák Nemzeti Párt meg FICÓ meghirdeti, hogy ők a médiát, meg a közéletet, meg az egyetemeket, hogy akarják átalakítani, és, abba, és ez az sikerült. Az Oké, Tehát... ezt teljesen értem. A két kérdésem van itt az adásunk végén, nagyjából uh -huh. a 40 perces keret végén vagyunk. Az egyik az arra vonatkozik, hogy ha ezt egy nemzetközi, vagy konkrétan európai politikára vetítjük ki, és akkor maradunk abból, hogy van egy FICÓ kormány két nemzeti radikális párt szövetségében, és a magyar kormányjal bizonyos politikáinkban nagyon egy irányba fognak majd menni, uh -huh. akkor Orbán Viktor egy szövetségest fog kapni a, az Európai Parlamenti Választási Kampányában is már migrációügyben, Ukrajna politikában, Amerikával való viszonyban, brüsszeli direktívák, LMBTQ és egyéb ügyekben lesz egy szlovák-magyar összetartás, mint ahogy van lengyel-magyar és ö, magyar olasz összetartás. Hát igen, tehát Pont annyira lehet szerintem magyar-szlovák összetartás, mint amennyire magyar-lengyel meg magyar-olasz van. Ezek halvány összetartások szerintem, inkább olyan retorikai és kampány jellegű, valójában nem erős szövetségek. És miért is gondolom ezt? Azért, mert valójában ma az Európai Uniónak Magyarországgal nem globális kérdésekben van problémája, még ha a kormány ezt is próbálja, interpretálni, hogy az LMBT, meg a nem is tudom milyen témák vannak még, migráció, stb. Tehát ilyen témák kapcsán, valójában nem ilyen témák kapcsán van a világnak, vagy Európai Uniónak problémája velünk, hanem az Európai Uniós pénzek felhasználása kapcsán. Na most ebben miért is lenne szlovákiának olyan érdeke beleállni a mi ügyünkbe, ráadásul azt veszélyeztetik, hogy akkor őket is esetleg lekapcsák az uniós pénzekről. Tehát ma látjuk, hogy az Európai Bizottság, mondanám, Pestesen sem mondom, már nem cicózik. Tehát, hogy ha most Ficó most pont akkor áll bele a pofon gépbe, amikor az már bekapcsolt, mert egyébként... Igen, én... de önök, hogyha fordítva következik be, és pont a Ficótól való nyugati féllem miatt a bizottság minden ok nélkül maga azért, mert Ficó került, egy euroszkeptikus párt került, és két szuverenista párt hatalomra, beindítja majd a politikai cunamit, és akkor Ficó már önvédelemből kezd majd Orbánosodni, uh -huh. és Brüsszel ellen egy keményebb fellépésre. Hát igen, most nagyon utatni. elmentünk ilyen irányba, ilyen hipotetikus. De ez hipotetikus, de mégis egy mondott, az azért kíváncsi Persze, lett. persze. Uh, igen, szóval uh, nem látom ennek a realitását, és aztán majd ezek a mondatok meglátjuk, hogy öregednek, de nem látom magam előtt azt az Európai Bizottságot, ami Orbánnal szembe, aki nagyon kemény ellenfél, és nagyon jól szervezett, tehát az egy ilyen falangs, hogy akkor azért, mert Ficó is ott botladozik mellette, mert mondom, Ficó nem tud ilyen erőt felmutatni szerintem, akkor ettől megijed, és elfárad, és azt mondja, na jó, kapják meg az EU-s pénzeket ezek a szegény vagabond keleti Tagországok, hiszen látjuk, hogy most tette le Franciaország és Németország azt a javaslatot az asztalra, hogy oké, okay, ha nem akartok ennyire szoros Európát, ne legyen, és bye-bye, ja. mi csinálunk egy ja, mag de, Európai Uniót, és ja, kimaradhatunk. De, de, de mi van akkor, hogyha ezek a gyenge középelő országok az a bizottság szempontjából, falangszter szempontjából, falang szempontjából nem olyan erős országok, egyszer csak vétójogot használnak mondjuk NATO csatlakozás, EU csatlakozás, bővítés ügyében, és kezd fájni majd a bizottság. Az én. Meglátásom az, amennyire próbálom követni az Európai Unió intézményi átalakulásának a, a, a jeleit, hogy az Európai Unió azon dolgozik, hogy kikerüljék most már ezeket. Tehát lehet vétózni, de ott volt például Magyarország vétózott, hogy ne kapjon Ukrajna plusz valamilyen forrás, most nem tudom, a sokadik. Forrás közül. És akkor az Európai Unió csinált egy külön alapot, és nem kellett a magyar szavazat. Azt gondolom, a Svédország NATO csatlakozását is meg fogják oldani, akkor létrehoz egy svéd NATO szövetség, egy ilyen papír, és mindenki aláírja, csak mi nem. Ukrajnát nem engedtük a NATO, egy ilyen NATO fórumba, és a pontos elnevezést elnézést nem tudom, hát akkor csináltak egy új intézményi formát is oda, meghívták. Ukrajnát és az összes többi NATO-tagország rajtunk kívül oda leült, Tehát azért ki lehet minket kegyelni? világos, tehát Szlovákia belépés ebbe a csapatba nem fogja megerősíteni a véleményed szerint a tábor. Értem, utolsó kérdésem viszont nagyon fontos, nem kerülhetjük, és hmm. akkor tényleg ezzel zárnám a beszélgetésünket. A magyar felvidéki kisebbségnek a politikai képviselete. Ez egy ez nagyon rázós ügy. Van két kis magyar párt, és van egy mm. nagy, amelyet azért hoztak létre két éve ezelőtt, 21-es talán az alapítás, a szövetséget, hogy legyen egy magyar osztatlan képviselet, aki végre nyusson az 5%-on, is legyen magyar képviselet. Igen. Igen. Erre erre ott van megint kettő kicsi, ami, ami lehet, hogy pont lehozza majd az 5%-ot 4,8-ra, vagy nem tudom. Hogy... Hogyan látod -e a közeljövőjét ennek a formációnak, mert ez, 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 egy, ez egy véget nem érő szappanoperának tűnik? Egyszerűen nem tudom innen megérteni Budapest mellékéről, hogy, hogy miért nem látják be a felvidéki magyar politikusok, hogy mit kéne tenniük. Mi a véleményed erről? Igen, erről az a véleményem, hogy euh, igazából a kampánya a szövetség nevű pártnak, ami próbál, mint a legnagyobb magyar pártként megjelenni, sokkal jobban sikerül, mint várni lehetett, összeszedettek, még olyan szimpatikusak is lettek. Tehát, hogy úgy értem ezt, hogy nagyon sok ilyen véres vitába, meg ilyen bohóckodásba nem mentek bele annyira. Tehát jók a plakátjaik, jó vizuális, és jól sikerültek a kampányok. Elmennek a szlovák vittaműsorokba. Tehát amit lehetett, az utóbbi hetekben, egy-két hónapban szerintem ők kihoztak. Tehát kihozták a maximumot. Tehát most én azt gondolom, ott vannak az 5% körül. Tehát nem látom esélytelennek, hogy bejutnak. És ráadásul ugye volt egy komoly humán erőforrás hiány az MKP és az abból végső soron különböző módokon átalakult szövetség körül kiöregedtek ezek a nagy generációk, és nem látszott, hogy ki a helyükre. És most azért látszik, most egy embert, a Mózes Szabolcsot hagyj említsem, látszik, hogy neki van kompetenciája beszélni a tévébe, vitatkozni a szlovák politikusokkal, politikai stratégiát felvázolni, vitákat elsimíteni. Tehát látszik, hogy lépnének az új generációk a régiek helyébe. Tehát ennek is van egy vonzereje. Van egy külön történet, ez a gyimesi, nagyon rejtélyes számára, a szlovák többségi társadalomból nyergelt át, úgymond a magyarra. Ilyenre is láttunk már egyébként példát. Egy sajátos hangot hoz, mindenki kicsit bizalmatlan is vele, mert ugye semmiből jött, és közben meg talán valami népszerűségbe is reménykednek, de közben megvan az a veszély, hogy az egész pártot elviszi egy ilyen egy ficópárti irányba, és azért alapvetően ficótól a magyarok többsége úgy tart, mert hát láttak már magyar ellenességet tőle. És a kérdésed? meg a válasz, hogy miért ilyen töredezett? Már most inkább csak azt mondtam, hogy mik az esélyek. Vagy Én. hogy ez a nagy kérdésem. Miért? miért ilyen töredezett? Mert végső soron ugye azt szoktam mondani, hogy a szlovákiai magyar kisebbség, meg közösség az nagyban különbözik az erdélytől. Transzilvanizmus mindig létezett, mindig volt valami erdélyi etosz. A Szlovákiában nem, ez egy kényszer közösség. Tehát az, hogy a pozsonyi magyarok, a városi magyarok, a csalóközi komáromiak, meg a kassa környékiek, gömöriek miért tartoznak egy sors közösségbe, ez egy véletlen műve, egy trianoni vonalhúzás. És ez újra és újra megjelenik, ez a kényszerközösség közösség abban, hogy nincs egy olyan közös erős ideológiai összekötő erő, valójában ők a magyar, összmagyar társadalomra jellemző ideológiai törésvonalakat viszik tovább. Ezek időről időre el tudnak tűnni, amikor olyan nagy volt a meccsián részéről jelentkező veszély a 90-es években, akkor az egyesítette ezeket a magyar pártokat. De valójában akkor is három magyar párt volt. Tehát folyamatos volt ez a fajta többpárti versengés a magyar kisebbségen belül, ami akkor még úgy, ahogy megengedhető volt, de az asszimiláció miatt 8-9 magyarok aránya nem megengedhető, mondanám én is ezzel a fajta. Kicsit lehet, hogy olyan, nem is tudom, milyen szóhasználattal, anyaországi szóhasználattal, amit lehet, hogy a szlovákiai magyarok annyira nem szeretnek, de valójában innen nézve ez egy önsorsrontó. Tehát valamiféle egyesülési képességet fel kéne ö, ö, tudni mutatni. Szerintem, amiben a megoldás az lenne, meg kicsit az is történik szerencsére, hogy a fiatalabbaknak odaengedni a, a kormánybotot, mert ezek az idősek már úgy különböző módokon egymást nem szeretik, utálják egymásra szembeni egy itt játszanak, tehát itt Simon Zsolt, Bugár Béla, Csáki Pál között valójában komoly ideológiai különbség nincs, hanem személyes ellentét van. Igen. ez nagyon látszik. Reméljük, meglátjuk ugye, hogy szombaton ez a 5%-os küszöb meglépődik-e, és akkor reménykedünk a generációváltásban, hogy a közeljövőben a következő választásokon önkormányzati és majd Igen. parlamenti választásokon a magyar politikai képviselet magára talál. Köszönöm De. szépen a beszélgetést. Köszönöm hogy a meghívást. Kola Istvánt hallották, közép-európai kutatót. Ez volt a Mandiner világrend műsorának heti adása. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, viszont lehetős. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.